és Orbán Fanni a vendégünk, akit szeretettel köszöntünk. Luna Ének stúdió. Ugye ez egy egészen új stúdió, pár hónappal ezelőtt alakultatok. Mesélj egy picit a történetéről. Honnan jött az ötlet, hogy csinálj egy ilyen ének stúdiót? Sziasztok! Először is szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy bemutathatom a Luna Ének stúdiót. Köszönöm, hogy itt lehetek, és a kérdésedre válaszolva, ugye ezt már az előbb mondtam is, hogy ez egy hosszú történet lesz, de megpróbálom összefoglalni. Egészen kisgyermekkorom óta tevékenykedem ebben a szakmában. 8 évesen kezdtem el zongorázni, a Vikás Sándor zeneiskolában ezt követte egy csomó más hangszer, amit viszont már autodidakta módon tanultam, és a hangszer ismeret után 11-12 éves lehettem, amikor elkezdtem komolyabban az énekkel foglalkozni. Ekkor a szüleim különböző társulatokba irattak be. 14 voltam, amikor Budapestre hordtak fel minden hétvégén egy magánénekiskolába. Hál' Istennek engem a szüleim abszolút támogattak ebben a szakmában, úgyhogy innen is köszi szülők! És ezután, érettségi után felkerültem Pestre, de már 14 éves koromban született meg, égett bennem ez az álom, hogy majd egyszer, ha nagy leszek, akkor lesz egy saját énekstúdium, tehát ekkor már bennem volt ez a láz. És tettem érte, hogy érettségi után a Bécsi Zeneakadémiának a jazz tanszakára jártam, majd aztán az Etüd Zeneművészeti jazz tanszakán végeztem. És itt még nagyon sok minden történt, volt egy X-faktor, mentorház, volt kutyatenyésztő lettem, szempilla stylist lettem, és mindig volt egy üres kis rész az életemben, hogy ugye ezt nem léptem meg, volt egy félelem bennem, hogy nem biztos, hogy menni fog. És egy évvel ezelőtt segítkezhettem egy társulatban, és ez adott nekem egy ilyen bátorságot, hogy de igen, én ezt meg tudom csinálni, és idén szeptemberben el is indítottam, és kis létszámmal kezdődött ez a történet, már most 18 főből állunk, itt meg is ragadnám az alkalmat, és hát folyamatosan van nálunk felvétel, lehet jelentkezni, aki érez magában affinitást. Kicsik, nagyok egyaránt, most nagyon széles a korosztály, van egész 8 évestől 40 éves korig, de többségében vannak a kamaszok, azért ez a 14-17 éves korosztály, ott most többen vannak. Remélem, hogy jövőre ez a létszám megduplázódik. Így minden nyáron szeretnénk csinálni egy évzáró vizsgaelőadást, ami egy ilyen nagyobb szabású, és évközben pedig több fellépésre szeretnénk eljutni. Ezzel is, hogy tapasztalatot szerezzenek a gyerekek, meg élményeket. Az énekstúdió egyébként hangsúlyos oktatása az éneken van. Tehát a hangképzésen kívül viszont a gyerekek és a növendékek táncot és drámajátékot is tanulhatnak. Tehát komplett színpadi előadást is akár meg tudtok majd idővel valósítani? Így van. Most is belevágtam volna egybe, de még nagyon kezdetlegesnek éreztem. Gondoltam, hogy előbb szokjon össze a társaság, és most érett meg szerintem arra a csapat, hogy nyáron már akkor akár lehetne is egy ilyet csinálni, de már hónapokkal ezelőtt elterveztem a nyári programot, és nagyon-nagyon fiatalos, lendületes lesz, menő lesz, úgyhogy érdemes majd azt is figyelni és nyomon követni. Az összes social media felületen fent vagyunk, úgyhogy lehet minket követni bárhol. Célom ezzel az egésszel, hogy egyrészt ezt a tudást, amit én szereztem, ezt átadhassam, és hogy jól érezzék magukat ebben a stúdióban a növendékek, hogy életre szóló tapasztalatokat és élményeket gyűjthessenek, és itt az élményem van a legnagyobb hangsúly szerintem, hogy ez jó, mert én is, amire nagyon szívesen visszaemlékezem gyerekkoromból, azok a társulatok, ahova jártam. Ezek a legkedvesebb emlékeim. Hát egy igazi közösség. Igen. Egészen más most a másik oldalon állni, oktatóként? Nem. Eleinte az volt, és ugye mondtam is, hogy féltem. Ez a félelem, ez onnan ered, hogy látszik is, hogy ilyen kis pörgős vagyok, hogy be nem áll a szám, meg ilyesmi, és itt egy kicsit rámennék a külsőségekre, hogy bár most lehet nem látszik, mert magamra vakartam pár dolgot, de hogy én februárban töltöm a 30 évet, és... ezt tényleg nem látszik. És féltem attól, hogy én
ezzel, hogy letagadhatok egy jó pár évet, nem biztos, hogy komolyan vennének. Tehát hátránya ennek az, hogy így van. Előnye meg az, hogy viszont nagyon jól szót értek mind a kicsikkel és a nagyokkal is. És teljes mértékben elúszott ez a dolog. Nincs ilyen a stúdióban. A növendékeken azt látom, hogy ők értik azt, hogy én ezt ebben a szakmában egy évet már bejártam, nyilván ezt még lehetne fokozni, de tudják azt, hogy én ezt tanultam, és hogy érzik is azt, hogy én ezt átadni szeretném, ők tehetségesek, nyilván azért is járnak oda, mert érdekli őket ez az egész, és szinte isszák a szavaimat, tehát figyelnek rám is, és abszolút nem kell őket fegyelmezni, vagy ilyesmi. Én ettől féltem, hogy esetleg így én olyan leszek ott, mint egy kisegér, hogy mi lesz itt, hogyha többen leszünk, de nincs erről szó. Nagyon-nagyon-nagyon okosak, nagyon jó fejek, úgyhogy, úgyhogy a félelmemnek semmi. Nem volt alapja. Úgy látom, hogy feltöltött azért energiával rendesen egyrészt a társulat is, meg akkor ez kölcsönös, ez oda-vissza működik. Hallhatunk majd titeket, egy kis bemutató lesz majd a Kossuth téren, pontosan mikor? Bizony, december 17-én 5 órától a Kossuth tér színpadán az adventi vásáron fellépünk. Egy ilyen fél órás, 35 perces műsorra lehet számítani. Csupa karácsonyi, de nagyon-nagyon friss dallal, tehát nagyon-nagyon jó hangulat lesz szerintem. Nagyon pörgős, fiatalos, tényleg lendületes, dinamikus, úgyhogy várunk nagyon sok mindenkit szeretettel. Remélem, hogy a gyerekek, amikor majd lenéznek a színpadról, akkor egy hatalmas Kossuth téri nézőteret fognak látni. Nehéz egyébként így dolgozni, hogy azért vannak pici gyerekek is, meg vannak már azért, ahogy említetted, kamaszok is, azért teljesen más hangnemben kell beszélni egy kicsivel, meg egy nagyobbal. Igen, én próbálok viccesen tanítani, szórakoztatóan tanítani, tehát megvan a hang, abszolút tudok mindegyikkel szót érteni. A kamaszokkal talán egy icipicit nehézkesebb olyan téren, hogy azért valljuk be most egy kamaszodó az nem feltétlen a legkomolyabban áll a dolgokhoz, de le lehet velük ülni, beszélni, és megértik is utána pedig, meg amikor oda kell tenni magukat, akkor meg ott vannak is iszonyatosan ügyesek. Meg hát gondolom kell azért egy szülői támogatás is. Nélkülük azért ez nem nagyon valósulhatna meg. Ahogy említetted a te példádat, hogy neked is a szüleid mennyi mindent adtak, tehát hogy Budapestre jártatok, stb. Itt is fontos azért az, hogy egy kicsi gyereknek nem mindig van kedve, azt mondja, hogy most inkább nem akarok menni próbálni. Ilyenkor meg kell a szülő, aki egy picit noszogatja, hogy ne menni kell, és ide, hogyha ott leszel, akkor már jól fogod érezni magad. Igen, ez így van. Egyébként eddig lekopogom, azt veszem észre, hogy nagyon várják mindig a pénteki próbákat. Uh-huh. Egy héten egyszer próbálunk, péntekente 3:30-tól 7:30-ig, és van egy közös csoportunk, ahol beszélgetünk, és már szokták írogatni, hogy jaj, már nagyon várja, hogy péntek legyen, már ő is nagyon, meg ő is nagyon, már mindenki izgatott, már hozzák a fellépő ruhákat, bemutatja mindenki, hogy mit vett, meg mivel lesz, meg minden, szóval jaj, nagyon, tehát nekik ez nem egy kötelező program, hanem ez egy felszabadító, egy szórakoztató program, ők szeretnek ide járni, nekem ez nagyon fontos, ez egy nagyon jó visszaigazolás is számomra. Nehéz egyébként úgy tanítani, hogy azért gondolom mindenkinek megvan a kedvenc stílusa. Valaki éppen mondjuk a poposabb részt szereti, valaki a musicaleket szereti, van, aki színésznek készül. Tehát azért mindenkire figyelni nem lehet egyszerű. Igen, igen. Isten igazából nekem is nagyon vegyes az ízlésem. Mondjuk én legfőképp a jazz nyilván ebben a szakban végeztem, de mindent is tanultam, és a repertoárunk a karácsonyi, hiába karácsonyi, ugye a karácsonyi dalokon belül is vannak kicsit ilyen rock'n'rollosak, van egy kicsit ilyen musicales, van egy kicsit populáris, és hát ebből áll össze a repertoárunk, tehát mindenből van egy kicsi. A színjáték részét pedig azzal maxoltam ki, hogy én évközben, ezért is másabb egy kicsit ez a társulat, hogy én minden évben, évközben hívok le külön drámatanárt, külön tánctanárt, és van egy közös olyan foglalkozásunk, amit
tehát hogy színesítem az egészet azzal, hogy egy idegen embert hívok le, és ő bemutat játékokat is, és játszik a gyerekekkel, és akkor ezzel így kiteljesednek. Magyarul nyáron... komplex képzést kapnak akkor, hogy mindenbe belekóstolnak. Igen. Na hát akkor mi is belekóstolunk majd, tehát még egyszer az időpont, amikor hallhatunk titeket. December 17, 17 óra, Kossuth tér színpada.